A várandóság hete Nyíregyházán a szülészeti osztály csütörtöki nyílt napja után pénteken dr. Adorján Gusztáv Tamás emlékkonferenciával folytatódott a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Az egyetem és a kórház közös szervezésű események két szekcióban, workshopokon és kerekasztal beszélgetéseken keresztül kínált lehetőséget a szakembereknek és résztvevőknek arra, hogy elmélyüljenek és megvitassák többek között az egészséges családi élet kezdeteinek fontosságát. Jávorné Erdei Renáta, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának dékánhelyettese úgy fogalmazott, a rendezvény egy hagyományos rendezvénysorozat állomása, amelynek az egészséges életkezdettel kapcsolatos tematikáját a néhai dr. Adorján Gusztávval, a kórház volt főigazgatójával már 2019-ben megálmodták. A várandóság időszakát, illetve a korai időszakot szoktuk érinteni a programban. Itt a mai napon a plenáris előadások, a szekció előadások ehhez illeszkednek, illetve, ahogy ön is említette, egy kerekasztal beszélgetésre is kerül sor, ami egy kicsit tágítja ezt a kört, és a családokat helyezi középpontba úgy, hogy civil szervezetek és az állami szektorból is azok a területek, amelyek a családokkal foglalkoznak, megszólalnak és egy szakmai konzultációt indítanak el. Az idei konferencián kiemelt téma volt a fogyatékos gyermekek családjainak segítése, a globális és hazai népességcsökkenés, a kora gyermekkori első segélynyújtás, de a várandósok hazai egészség megtartásának és egészségműveltségének javítását is fontos célként tűzték ki a szervezők. Dr. Albert László, a Józsa András TAK Kórház szülésznőgyógyász főorvosa az esemény kapcsán kiemelte: az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása nagyon fontos a szakmai fejlődés és a gyakorlati eredményesség érdekében. Ma még mindig a Jósa András megyei kórház szülészeti osztálya az egyik legnagyobb szülészeti intézmény az országban. A tavalyi évben 3619 szülésünk volt, és ez egy olyan alapot teremt a végzés előtt az oktatásban résztvevő majdani szülésznőknek, védőnőknek, ami alapján az itt megszerzett elméleti anyagot a gyakorlatban látják érvényesülni. A résztvevők elismeréssel emlékeztek dr. Adorján Gusztáv munkássága és hiteles szakmai hozzáállása előtt, melynek fontos eredménye a szakmai közösség találkozása. Dr. Kovács Ferenc polgármester az esemény védnökeként vett részt a konferencián, ahol köszöntőiben kiemelte: dr. Adorján Gusztáv kiváló orvosi teljesítményei mellett aktív részt vállalt a nyíregyházi közéletben is, azon fáradozva, hogy javítsa a város lakosainak életét. Ez a konferencia, úgy gondolom, egyszerre tisztelgés egykori főorvos, kórház főigazgatónk emléke felé, és gondoskodása jövő nemzedéke felé is. És ez a két dolog nagyon összekapcsolódik. Mert Adorján Gusztáv nem csak mint szülész, gyógyászfőorvos és kórház főigazgató dolgozott a jövőjét, hanem ezért vállalt közéleti feladatokat, mint önkormányzati képviselő, frakcióvezető, a Református Egyházban tisztelt főgondok, és hát méltán érdemelte ki Nyíregyháza díszpolgára címét is. A konferencia amellett, hogy méltó emléket állít a szakma kiemelkedő egyéniségének, és inspirációt nyújt a jövőbeli egészségügyi törekvésekhez, évről évre, idén már harmadik alkalommal hozta össze a szakma képviselőit, hogy méltán hangsúlyozzák az egészségügyi ágazat fontosságát, és megtárgyalják kihívásait, fejlődésének irányait.